Az Aranyszamár Bábszínház Bertalan és Barnabás című meseelőadását izgulhatták végig a gyerekek a Városi Könyvtár színház termében. Na, mit szólsz hozzá? Nyakörvek. Nyakörvek, de milyen nyakörvek? Szép, színes nyakörvek. A piros lesz Bertalani, a zöld barna. Nincs többé összekeverés. Na, gyere ide szépen, Bertalan! Gyere, Barnabás! Bertalan, gyere ide! Barnabás, ne tettél, gyere! Mondom, Bertalan, gyere! Boldogám, félnek egy kicsit a nyakörtök! Na, és nem is hallgattak a nevükre ez a más! Na, jó! Ezen túl rend lesz, és békesség lesz, és nincs többé káosz, nincs többé zűrzavar, nyugodjunk meg! Egy előadáson már túl vagytok, ez egy kisebb korosztály volt az ovisok részére, de gondolom, hogy a téma az örökzöld, család, otthon, szeretet. Így van, Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című meséjét dolgoztuk fel, ami tényleg egy örökérvényű, klasszikus mű. Még én is, meg szerintem még jóval idősebbek is ezen nőttek fel, és találkoztak ezzel a művel. Igazából azt hiszem, hogy egy picit ami különbség az eredeti mese és a mi darabunk között, hogy sokkal inkább hangsúlyt fektettünk arra, hogy az identitáskeresés mint olyan. Tehát a különbség a két kutya között, ugye ez egy probléma a történetben, és hogy ez mennyire fontos már ilyen fiatal korban is, és nem véletlen, hogy óvodás és kisiskolás közönségnek szól a produkció. Milyen súlyos ez a csomag, mi van benne? Nem merem. Hát félek. Mitől? Hát, hogy valami állat van benne. Borcsikám, édes kedves egyetlen tündérmadaram, ugye te csak viccelsz? Örülsz? Hát nagyon! Ugye milyen különleges ez a születésnap? Ugye? Gyere, bocs, ki! Ugye viccelsz? Viccelsz, ugye? Azt a muszkapucka cukra! Egy kétfejű kiskutya! De Boldikám, ez két kiskutya! Egy két kiskutya! Hú, nagyon szépek valóban! Tényleg úgy gondolod? És milyen gyorsan! De én már csak egyet látok, ne? Nézd meg a másik! Dehogy az az egyik! Ja, én azt hittem, hogy ez az egyik. Az nem! Az az nem ugyanaz! Én nos vagyok, Ándám! Úgy jöttök ide a Sárgaházba, mintha hazajönnétek, mert nagyon gyakran van itt előadásotok, de mégis, hogyha néhány szó szólna rólatok, és akár a 2017-es évadotokról. Igen, ez nekünk nagyon-nagyon nagy élmény, és nagyon jó élmény, hogy tényleg ilyen szinten visszatérő vendégek vagyunk. Mert voltunk ugye az Erdőkönyvével, a Pórújárt Krampuszokkal, most a Bertalan és Barnabással. Szerintem elképzelhető, ha jól tudom, hogy baba előadással fogunk
jönni egy új műfajjal, ami talán itt még nem is volt Sziget-Szentmiklóson. Elnézést, mit fed ez a műfaj? Tényleg pici babáknak? Ők megértik? Bizony. Igen, ez egy teljesen újfajta műfaj, és ez a körülbelül 7 hónapostól 4 éves korig maximum a tityegő, totyogó korosztálynak, és inkább azt mondanám, mert az az igazi, az eredeti babaszínház, ami még a nem beszélő gyerekekhez szól. És ez a Körforgás című előadásunk is ilyen, hogy nincsenek benne szövegek, hanem csak hangok, mozgás, hangeffektek és különböző figurákbéli változások. És bízom benne, hogy majd a születés hetére jöhetünk ezzel a produkcióval.